Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Tanúszod az ircen. Jó ütemben halad az építkezés. Túra útvonalak. Műhely munka Megyeren az éltetővel. Új tervek. Ismét pályázott és nyert a Lesence vidék. Parcellakő. Sümegi nyughelyek a Nemzeti Sírkertben. A Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolc-Adiszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Másfél évvel ezelőtt indult a Tanúszoda építése Zircen. A munkálatokkal jól haladnak, várhatóan ez év végén megtörténik az átadása. A hivatalos bejáráson részt vett a térség országgyűlési képviselője, a város polgármestere, valamint a kivitelezést végző vállalkozás ügyvezető igazgatója. Kívülről impozáns épületképe rajzolódik ki, bakonyi tervezésű homlokzattal, s már rajta van a Zirc városi címer is. Belülről könnyű elképzelni, hogy a medencetér hamarosan készen lesz, megtelik vízzel és sokaknak nyújt kikapcsolódást és sportolási lehetőséget a Tanúszoda program újabb megvalósuló beruházása. Jelenleg szerintem ütemterv szerint haladunk, nagyon állunk a befejezési határidő tekintetében. Talán a parkolóépítés, ami egy kicsit le van maradva, illetve a medencének a fóliázása zajlik, illetve a próbaüzemek elindítása. Zirc országgyűlési képviselője Kovács Zoltán elismerően értékelte a hivatalos bejáráson látottakat, és érdeklődéssel követi az építkezés haladását. Hát régóta várt beruházás a Tanúszoda, ami a mindennapos testnevelés szempontjából is fontos nem csak a városnak, hanem a térségnek is. Ráadásul a többi időben mások is használhatják majd az úszodát. Azt gondolom, hogy ez minden ilyen városnak, mint amilyen Zirc, idézőjelbe téve jár, hogy így mondjam, és gyakorlatilag a véghajrá előtt vagyunk. Zircen működik egy régóta használatban lévő kisebb tanúszoda. Azt fogja váltani ez a modern létesítmény, mely méreteiben, befogadó képességében, kivitelezésében is korszerűnek, kényelmesnek mondható.
A tanuszoda fejlesztési programnak az elsődleges célja az, hogy a gyermekeknek a úszás oktatásának színteret biztosítsanak, tehát a nap nagy részében iskolák számára lesz fenntartott a létesítmény, és a nap későbbi részében nyílik meg, hogyha úgy tetszik, akkor a nagy közönség általi felhasználás céljára. A kivitelezést az Eszelbau Kft. Végzi, és teljes erővel dolgoznak azon, hogy tartani tudják a november elejé dátumot, amikor is a műszaki átadás megtörténik. Jelenleg a térkövezés van még hátra, a medencetest feltöltése, és aztán indítható a próbaüzem. Tájékoztatott a Kft. Ügyvezető igazgatója Szenc Lajos. A tanúszoda állami beruházásként valósul meg, és a működtetést is az állam fogja biztosítani, csak úgy, mint a tanúszoda program valamennyi létesítménye esetében. Veszprém megye legkisebb településén, Megyeren került sor a Magyar Vidék Minősége Egyesület szervezésében a meglévő túraútvonalak fejlesztése című műhely munkára. Számos közös tanácskozás foglalt magába a projekt, mely most a záró eseményéhez érkezett. Egyik nagy eredménye, hogy létrejött egy új honlap is, mely letisztult formában mutatja be a Balatonfelvidék értékeit, felfűzve az ismert vagy eddig kevésbé ismert túraútvonalakra. Több részből állt az a projekt, amelynek fontos résztvevője volt az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület is. Összetett szakmai kapacitás fejlesztő programot valósítottak meg, hangsúlyozta a munkaszervezet vezetője. Fő céljuk az volt, hogy megmutassák a különböző térségekben lévő túraútvonalakat, Sümegtől egészen a Balatonig. Közel 180 túraútvonalunk volt az elmúlt időszakban, amit egy kicsit át kellett gondolni, át kellett rendezni, hogy egy letisztultabb, könnyedebb formában megjeleníthessük, és ezt ebben könnyen eligazodhassanak a látogatók. Talán ezt mondhatom az egyik nagy eredménynek, és ennek egy hozadéka az, hogy a Balatonfelvidéki turisztikai kínálatot még szélesebb körnek be tudtuk mutatni. A túraútvonalak és az egyesületi tagok tevékenységei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A túraútvonalakra felfűztük a V1-es tagjainkat is, tehát aki egy-egy túraútvonalat meglátogat, vagy végigjár, lehetősége nyílik arra, hogy az adott V1-eshez ellátogasson, aki éppen az adott túraútvonal mentén végzi a tevékenységeit. Ezt igazolja az egyesület egyik tagja is, aki Nagyvázsonyban működtet vendégházat, ezen kívül pedig a helyi kölyök és ifjúsági sportegyesület elnöke is. Rengeteg vendégem jön, akik nagyon szeretnek túrázni, úgyhogy nekünk úgy gondolom, hogy fontos dolog a túraútvonalak fejlesztése, illetve a másik dolog a sportegyesület szempontjából, hogyha a gyerekekkel esetleg túrázni indulunk, e szempontból is fontos, hogy a túraútvonalak olyanok és fejlődjenek a térségben. A szakmai tanácskozásnak Megyer község biztosított helyszínt, mely a nyugalmat és a csendet kínálja a turistáknak, vendégeknek. Itt nálunk ugyan el lehet tölteni egy kellemes hétvégét itt helyben is, de aki hosszabb időre jön, nekik szoktunk kiajánlani különböző helyszíneket, amiket mindenféleképpen érdemes itt az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület területén meglátogatni. A fejlesztés eredményeképpen a honlap a balatonfelvidékitúra.hu átstruktúrálódott, ezáltal a túraútvonalakat letisztultabb, könnyedebb formában tudják megmutatni. Így a balatonfelvidéki turisztikai kínálatot még többen ismerhetik meg. Mindennek záróállomása valósult meg a megyeri műhely munka során. Surran a manó, mosdik az angyal, láplidért zokog. Bármerre nézek, ismerős minden, itthon vagyok. Táncol a széllel a pásztor meséje, csodáját magamba szívom én. Itt élek, a világ e féltekén. Felcseperedtem boróka illatán. Egy vidék nekem, a mindenségem, házam s hazám. Érzem az ízét a számban, a hajnalt a kalászban, szív melegét a cipóban, bölcsességet a borban, tündér kacaját a gyümölcsben, már mag csírázik a földben, az ümmögést a mézben. Megtárt ajkadról ittam, csókolt szamatát beleírtam.
A Lesence vidék településeinek vezetői az Uzsai Művelődési Házban gyűltek össze, hogy ünnepélyesen aláírják a következő évre szóló közös megvalósítású rendezvénysorozat támogatói okiratát. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozva mintegy 100 millió forintnyi összegből valósíthatják meg azokat a műsorokat, melyek idén már bizonyították létjogosultságukat. Mi a Lesence vidék településeinek polgármesterei és egyesületi vezetői megállapodunk abban, hogy közösen munkálkodunk falvaink felemelkedésén, a térségünk hírnevének fokozásán. Sokféle színes, tartalmas program valósulhatott meg idén a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásának köszönhetően. Számos koncertnek adott helyet a Lesence vidék, de több jelentős infrastruktúra is megújult. A települések közötti együttműködés példaértékű, ahogy ezt az érintett polgármesterek hangsúlyozzák. Nagyon jó kapcsolat van a Lesence környéki falvakkal, nagyon jó barát, és sok minden szál köt össze bennünket, akár itt a bányával kapcsolatban, hogy itt nagyon sokan járnak a környező falvakba, inkább úgy mondanám, hogy jártak ide dolgozni, tehát nagyon sok szállal kötődünk egymáshoz, nagyon jó baráti viszonyban is vagyunk egymással, a polgármesterekkel és a hivatalokkal, úgyhogy természetesen ez még csak erősít ezen, és a színvonalon tud emelni így. Ehhez pedig minden adott, hiszen ezen az alkalmon a 2023-ra szóló támogatási szerződések aláírására került sor, mely kulturális művészeti projektek megvalósítását teszi lehetővé. Ezt egy díszoklevél is igazolja. A Lesence vidéki települések már a felkészülési években is valósítottak meg programot, és próbálták, jobbították azokat a rendezvényeket, amiket 23-ban a címviselés évében szeretnének megvalósítani, és most arra kapnak támogatást, hogy ez sikerüljön nekik. Arra készül a Lesence vidék, hogy az idei tapasztalatokra alapozva jövőre még több, még összetettebb programokat valósítsanak meg. Mindez kihatással van a helyi lakosságra és a települések jövőjére is. Véleményem szerint a kultúra az, amit eddig talán nem tudtak bemutatni turistáknak, vagy másonnét érkező vendégeknek. Azt lehetne mondani, hogy ez a Lesence vidék nevű településcsoport ezáltal megnyitotta az utat a saját és egyéb kortárs művészeti kultúra bemutatásának, és ez így falun-falusi viszonylatban igazán figyelemre méltó. Az ünnepélyes aláírást követően egy tárlat megnyitására is sor került, mely az Uzsa Árt részeként készült el. A következő évben szintén nagy figyelmet szentelnek a hagyományos művésztábornak, sokféle kulturális és színpadi programmal kiegészítve. A hét önkormányzatnak és egy egyesületnek összesen közel 97 millió forint támogatást nyújt az Európa Kulturális Fővárosa. És a pályázatoknak még nincs vége, a legújabb felhívásuk kisközösségeknek szól, érdemes élni a lehetőséggel. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft. Szüreti felvonulás és falunap egyben, egy helyszínen. Jókedv, sok program, énekszó és tennivágyó emberek. Ilyen volt a falunap Szigligeten, a helyiek pedig méltán büszkék a településre, a közösségük éltetésére. Nézzék meg összefoglalónkat! Szeged híres város, tápéval határos. Senkit ne tévesszen meg a szöveg. Örömzene, mondanák a mai szleng szerint. A szigligeti falunapon 15-20 asszony karöltve énekelte az előbb említett népdalt. Vidáman, hangosan, csak úgy spontán, minden programtól függetlenül. Pedig program volt bőven, hiszen kora délután közvetlenül a főzőverseny eredményhirdetése, és az ebéd után kiválasztották Szigliget borát is. Előtte a gyermekeknek kedveztek különböző kézműves programokkal, este pedig a fiataloké és az idősebbeké volt a főszerep. Balasa Dániel polgármester szerint a jó hangulat titka,
a település lakóinak jókedvű részvétele. Hát alapvetően arra büszkék vagyunk, hogy az utóbbi években a képviselőtestület próbál egy közösségépítést végrehajtani, és ennek talán úgy néz ki, hogy van nyoma, most is sokan vagyunk itt szerencsére ezen a szüreti falunapon. Ám nem csak a falunap lett újra népszerű. Nagyon sokan érkeztek hozzánk. Ugyanez a tendencia egyébként tapasztalható a februári disznóvágásunkon is, ott is egy népi hagyományt elevenítünk föl, és szerencsére arra is nagy az érdeklődés. Részt venni pedig csak aktívan érdemes. Én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények attól jók, hogy a résztvevők azok részt is vesznek benne, és nem csak nézik, hanem effektív tényleg dolgoznak, a munkájukban benne van. A háttérben pedig izgalmas dolgok zajlanak. Erről Pupos Ferenc mesél nekünk. Megpróbáljuk a szigligeti hagyományos születet egy kicsit feleleveníteni, hogy a fiatalok, illetve a ide látogató vendégek megismerik a szőlőnek a kultúráját, a szőlőnek a feldolgozását és a borkészítésnek az alapjait. A résztvevők természetesen a mustból is kóstolhattak. Ez a szőlő, amit most feldolgoztunk, ez egy szürkebarát szőlő, Szigligeten termett, nagyon édes, nagyon finom, és most már folyik a prés alatt a must, meg lehet kóstolni, hogy nagyon szívesen ajánljuk bárkinek. A hangulat emelkedett, a járókelők vidámak voltak. A kürtös kalácsosnál és a csúhédíszekkel kirakott gyönyörű stand előtt is vidám várakozók és nézelődők beszélgettek. Volt, aki a barátaival, volt, aki a családjával érkezett a rendezvényre. Szakacsics Anett már a délelőtt folyamán eljött kisfiával. A családommal érkeztem ki, a férjemmel és a 3 éves kisfiammal, és a rengeteg program tetszett, amit itt kínált a falu. Volt lehetőség focizni, a fanyűvő játékpark is hozott jó pár játékot, illetve volt egy közös főzés, ami szintén nagyon jó hangulatban telt, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Arra a kérdésre, mit várnak még a nap folyamán, reményteli választ kaphattunk Fodor Ferenctől. Hát gondolom, hát hogyha nem is beleegyedik, akkor szeretnék egy jó táncolni. A délután folyamán ugyanis folytatódtak az izgalmas programok. Először a Batsányi Népdalkör, majd a Batsányi Táncegyüttes szórakoztatta a vendégeket, este pedig a Haydn Street zenélt. Már a sümegi temető bejáratánál is megtalálható egy úgynevezett okos parcellakő, amely azt jelzi, vannak itt a nemzeti sírkertbe tartozó nyughelyek is. A temetőben 5 védett sír található, melyekre rákereshetünk a kövön található QR kóddal. A helyben élők, de főleg a turisták így még többet tudhatnak meg elődeinkről. A Nemzeti Örökség Intézete tavasszal indította útjára ezt a programját. A sümegi átadás ünnepélyes keretek között zajlott. Egy nemzeti színű szalaggal átkötött parcellakő árulkodik arról, hogy védett sírokat magába foglaló temetkezési helyen vagyunk. A Nemzeti Örökség Intézet jóvoltából egyre több temető és sírkert részesül ilyen jellegű támogatásban. A parcellakő átadáson Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a nemzeti sírkert lehetőséget ad arra, hogy megismerjük az igazi halhatatlanok társaságát, akik az életükkel, az életművükkel példát adnak nekünk. A sümegi temető ebből a szempontból egy kincses tár, és ezért nagyon köszönöm a Nemzeti Örökség Intézetének azt a több éves erőfeszítését, aminek az egyik gyümölcsét láthatjuk itt, ami folytatódik még reméljük tovább, és az ország összes jelentősebb temetőjén, összes jelentősebb térségében ott lesz a nemzeti sírkerthez kötődés, ami lehetőséget ad nekünk ahhoz, hogy visszamenve, visszanyúlva a már-már elfelejtett, vagy éppen feledésbe merülő hőseinkhez az igazi halhatatlanok társaságát állítsuk össze. Az eseményen Móczár Gábor főigazgató azt emelte ki, hogy a nemzeti sírkertet megjelölő parcellakövek egyfajta jelzőoszlopok temetőink bejáratánál. Jelenleg országosan mintegy 6000 sír foglal magába a nemzeti sírkert, és fizikai valóságában közel 700 temetkezési helyet érint. Abban bízunk, hogy néhány éven belül az összes érintett temető, park, altemplom, önálló kripta és mauzóleum, valamint gyásztér bejáratánál megtalálható lesz egy ilyen, ma itt felállított parcellakő, valamint egy egységes jelölés rendszerrel ellátott temetőtérkép, amely mind-mind az ott nyugvó jelentős magyar személyiségekre és az ő emlékezetükre hívja fel a figyelmet.
Vég László, Sümegváros polgármestere szólt arról, a város eddig is megbecsülte nagy halottjait, de külön öröm, hogy országosan 9-ként valósul meg a parcellakő Sümegen a Nemzeti Örökség Intézetnek köszönhetően. Bízom benne, hogy ez nagyban hozzá fogja segíteni az egyébként fantasztikusan szép sümegi temetőnek a tulajdonképpeni idegenforgalomba való bevonását. Sümegen 5 védett sír található. Itt nyugszik Kisfaludi Sándor, a költő, és múzsája Szegedi Róza, valamint Kisfaludi Móric, dr. Felletár Emil és Bozó Pál. Az okos parcellán lévő QR-kód elnavigál bennünket egy honlapra, ahol életrajzokat és további érdekességeket olvashatunk. A Nemzeti Sírkert kategóriába történő sorolással a magyar nemzet megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki a sírban nyugvó felé. Egy évvel ezelőtt kezdődött Sümegen a 84-es számú főút Tóth-Tivadar és Fehérkő utcai kereszteződésében a körforgalmú csomópont kialakítása. A szükséges burkolatfelújítások mellett a csomópont környezetében lévő gyalogos és kerékpáros forgalom is átvezetésre került. Néhány héttel ezelőtt a közlekedők már birtokba is vehették a körforgalmat, szeptember 20-án pedig az ünnepélyes átadásra is sor került. Jövő heti adásunkban részletesen is beszámolunk az eseményről. Az Értékköreink projekt Veszprém megye 3 térségének 9 települését fogja össze. A program egyik részét képezik az értéknapok. Ez most Zalahalápon is megvalósult, értéktúrával nyitották meg a szervezők, majd kulturális programmal folytatták. A különböző műsorok alatt pedig halápi bort kóstolhattak a résztvevők, és nem maradhatott el a már hagyománynak számító halápi lángos sütése és kóstolása sem. Híreink végére értünk, azonban hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Oszkai Péter. Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban elsőként hírt adunk arról, hogyan köszöntik az újszülöttek családjait Nyirádon, hogyan népesül be a rózsakert. Aztán Sümegen nagyszabású programra kerül sor a hétvégén. Kisfaludi Sándor születésének 250. évfordulóján és egy színi előadási születőben van lelkes, helyi színészekkel. A próbán jártunk, mutatjuk a részleteket. Zóna magazinunk harmadik részében pedig beszámolunk a fájdalmas szűzanya búcsújáról, hallhatják Barsi Balázs atya gondolatait. Tehát érdemes velünk tartani, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal. Híradónk végén nézzük, milyen idő várható a következő napokban. Cseh Zoltánt hallják, a vmeteo.hu szerkesztőjét. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Az elmúlt napok igen hűvös időjárását követően a hétvégén már jön az enyhülés. Nézzük részletesen, hogy mire számíthatunk. Egyre inkább anticiklon alakítja időjárásunkat, ami azt jelenti, hogy a fölénk érkező hidegebb légtömeg egyelőre nyugalomba jut, így mélyre süllyed a hőmérő higanyszála a hajnali órákban. Csütörtökön napos és gomoly felhős időszakok váltakoznak csapadék nélkül, a mérsékelt északnyugati szelet egy-egy élénk széllökés kíséri, a hőmérséklet reggel 6, délután 16 fok körül ígérkezik. Pénteken a több órás napsütést gomoly felhők zavarják csapadék esélye nélkül, ekkor számíthatunk a legalacsonyabb hőmérsékletre az előttünk álló időszakban, 4 fokot is elérheti a minimum, de az arra érzékeny területeken talajmenti fagyra is készülni kell, délután már 17 fokot is mérhetünk. Szombaton a
sok napsütés mellett csak kevés gomoly felhő jelenik meg az égen, mérsékelt marad a délnyugati szél, a hőmérséklet 8 és 20 fok között váltakozik. Vasárnap több felhő érkezik, kis eséllyel zápor eső is előfordul, de nem ez lesz a meghatározó. Mérsékelt délnyugati szél fúj, a hőmérséklet reggel 10, délután 19 fok körül valószínű. A jövő hét első felében gyakran számíthatunk esőre, zápor esőre, jelentős lehűlés nélkül. Köszönöm a figyelmet! Most nézzük híreinket ismét röviden. Tanúszod az Ircen. Jó ütemben halad az építkezés. Túraútvonalak. Műhelymunka Megyeren az éltetővel. Új tervek. Ismét pályázott és nyert a Lesence vidék. Parcellakő. Sümegi nyughelyek a Nemzeti Sírkertben. A Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban is tartalmas témákat kínálunk Önöknek. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Rózsakert. Újszülöttek köszöntése Nyirádon. Kisfaludi 250. Nagyszabású, színi előadás készül a költő életéről. Religió. Barsi Balázs atya ismét Sümegen misézett. A Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk.
Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Nyirádon az iskolához közel eső parkban alakítottak ki egy rózsatő ágyást, amit aztán elneveztek Babák rózsakertjének. A hagyomány 2019-ben indult az önkormányzatnak és a Fiatal Családosok Alapítványának köszönhetően, s mára már egyre több a rózsa, mely mutatja a községben született újszülöttek számának folyamatos emelkedését is. Idén az Érték és Falunap első programja az elmúlt év babáinak köszöntése volt. Sorra érkeztek a babakocsis vendégek. Ez a nap ünnep, hiszen a közösség befogadja az újonnan születetteket, egyúttal hírül is adják, hogy ismét gyarapodott Nyirád, méghozzá az elmúlt évben majdnem 20 kis jövevénnyel. Egy hagyomány, hogy a falunappal összekötve, falunaptól falunapig hány gyermek születik, jelen esetben ebben az évben 17 újszülöttet köszönthetünk. És ahogy a beszédemben is említettem, 14-jel kezdtük ezt, amikor a szervezést és a rózsatövek megvásárlása történt, és szinte naponta újabb babanevek érkeztek, és menni kellett újabb táblákat készíteni, de hát ez egy nagy öröm mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy létszám egy falu életében. Kedves szavakkal köszöntötte a megjelenteket a nagyközség polgármestere. Hangsúlyozta, a születések idei száma meglehető magas, és ez nagy öröm az óvodának, iskolának is, és természetesen minden itt élőnek. Elsőként mindig komatállal köszöntik a babákat, majd pedig a rózsák ünnepélyes elültetésével. Fontosak a gyermekek, mert a szülők elültetik a rózsatöveket, és hát utána várja őket a gyeses és gyedes időszakban a nagyon szép új játszóterünk, a bölcsödénk, óvodánk, iskolánk, és egy olyan odafigyelő közösség, aminek tagja minden itt élő nyirádi. Azért jó falun élni, kis faluban élni, mert itt mindenki ismeri a másikat, és amikor a gyermekeinket elengedjük iskolába, óvodába, vagy csak focizni a hétvégén, akkor tudjuk, hogy féltő szemek követik azt, amit tesznek, és vigyáznak rájuk. A babák családjai egymás után vették át az emléklapokat, és örömmel helyezték el a kis névtáblákat a rózsatöveknél. Szerintem egy nagyon szép gesztus. Én szerintem legalábbis. Nemrég költöztünk ide, egy fél éve, szeretünk itt lenni. Nagyon megtiszteltető, hogy itt lehetünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy részt lehettünk ezen a ünnepségen. Itt élünk, és itt is vettünk házat, és szeretnénk itt is maradni. És nagyon, nagyon fontos a közösség, és szeretünk itt lenni, szeretjük a közösséget. Tapolcai és sümegi amatőr színészek, előadók fogtak össze, hogy N. Horváth Erzsébet forgatókönyve alapján és rendezésében színpadra állítsák a Nyughatatlan Lélek című darabot, mely Kisfaludi Sándor élettörténetét foglalja magába, születésének 250. évfordulója alkalmából. A darab egyik utolsó próbáján jártunk, belenéztünk az előadás jeleneteibe. Az erről készített összeállításunkat most mutatjuk Önöknek.
magyar színbe ringadt a bölcső. Éneke a régmúltból szólt hozzá, benne dalolt minden ősanyám, s a bölcsőmhöz hozta a már tova tűnni látszó világot. Székelyföld visszaadta anyám hangját, melyet úgy ízletem, mint eső verte nyári almát. Ennek a romlatlan világnak különös szavai szívemből szólnak, mint hegedűk húrjai. Akár katona, akár mint egyszerű polgár, szívem véréből, hazafiúi érzelemből, magyar nemzetiségünket írással fogom életben tartani. Magyarul fogok írni, és csak a szívekhez fogok szólani. N. Horváth Erzsébet évtizedeken át dolgozott Sümegen, többféle módon is feldolgozta Kisfaludi Sándor életét. Most arra vállalkozott, forgatókönyve alapján színdarabot rendez, melyhez sümegi és tapolcai amatőr színészeket, előadókat kért fel. Zenés-táncos színdarabot képzeltem el, és hát táncolni fognak a Badacsony Tördeméc táncegyüttes tagjai, a zenét Mário szerezte, és hát a nagy álmom is megvalósulni látszik, az, hogy a sümegi és a tapolcai amatőrök együtt vannak itt színpadon. És hát természetesen megidéztük itt nem csak Kisfaludi Sándornak, hanem Basányinak is a szellemét. Ez nem a klasszikus értelembe vett színmű, és nem is dráma. Ugye az általában három felvonásból áll, és a harmadik felvonás a katarzis ideje, és addigra hát felfut a színdarab, és körülbelül vertikálisan, ezt így szoktam mondani, mélységében az adott szereplőnek, vagy az életéből kiragad egy-egy mozzanatot, és azt mélységében megmutatja. Nos, én azt mondtam erre a darabra, hogy gyakorlatilag ez egy horizontális, hiszen egy élettörténetet mutatunk be, gyakorlatilag szinte 10 éves korától kísérjük végig Kisfaludi Sándort egészen a haláláig. Tehát a klasszikus háromfelvonásos színdarab az itt nem állhatja meg a helyét. Nem írhattam csak arra, hogy Szegedi Rózával milyen volt a kapcsolata, milyen volt a költészete. Tehát ahhoz, hogy a teljességet érezze a néző is, és most lehet, hogy magam alatt vágom a fát, hogy úgy érezze, hogy egy olyan irodalom órán van, amiből, ha érettségiznie kéne itt Sümegen Kisfaludi Sándorból, és ezt megnézi úgy, ezt a színdarabot, akkor ő neki már semmi dolga nincsen, csak raktározni kell, és onnantól lehet. Tehát mondom, 11 jelenetből áll a színdarab, természetesen elkísérjük, nem csak Bécsbe kísérjük előtt, ahol testőri szolgálatot tesz, elkísérjük Erdélybe, természetesen itt vagyunk Sümegen, a fogságában, tehát mindenhová. A szereplők nagy várakozással tekintenek az előadás elé. Kisfaludi Sándor édesapját játszom, Kisfaludi Mihályt. Egy nagyon szigorú, erőszakos apja volt, hát mondjam, az egyetlen egy negatív szerepet én játszom, de azt hiszem ez egy jutalomjáték nekem is, 35 éve játszottam utoljára. Miért fontos önnek, hogy részt vegyen ebben az előadásban? Mit jelent az ön számára ez a szerep? Hát nekem egy kihívás ez. Ahogy mondtam, hogy 35 éve nem játszottam. Annak idején mondtam Erzsikének, hogy hát nagyon szívesen részt veszek a szervezésbe, segítek, és egy rövid szerepet el is vállalok. A másik az, hogy sokan tudják, hogy 25 évig én gyerekszínjátszó csoportot vezettem. Hát ez is, ahogy mondtam, egy nagy kihívás, főleg az, hogy itt lesznek a volt színjátszóim, és hát a hóhért akasztják módszerre, na most akkor megmutathatja a tanár úr, hogy rendezni tud csak, vagy ő maga játszik, amikor nekünk mondta, hogy mit csináljunk. Ás Veronikát játszom ebben a darabban, akivel Etiden találkozik Kisfaludi Sándor, miközben katonai szolgálatot teljesít. Már nagyon várom, ugyanis színésznőnek készülök. Szóval így még többet jelent számomra, hogy végre színpadon állhatom. Most ebben a szerepben egy székely asszonyt játszok, aki az etédi fonóba fogunk majd fonni, és akkor ott a vigasságot majd
hozzájárulunk az énekünkkel, meg a táncos lányok, és hozzánk is ellátogat majd Kisfaludy úr a Baszonóba. És mit jelent önnek ebben a darabban játszani? Milyen élmény ez? Hát ez most nagyon jó élmény, mert még eddig mindig olyan szerepet játszottam, most végre énekelhetek is, ami mindig szívem vágya volt, hogy a színpadon énekeljek. Most ez elmegyek, azt a dal fogjuk énekelni, hogy az egy székely dal, és nagyon szeretem csinálni, amit csinálunk. Ez most az ötödik darab, amiben játszok, Erzsike ötödször kért fel. A színdarab tartalmaz olyan elemeket, amelyhez kiválóan illeszkedik a tánc, és ehhez nagy színpadi gyakorlattal rendelkező táncosokat kértek fel. Kisfaludy életéből különböző ciklusokat ugye, dolgoztunk fel. Két ilyen ciklus, egyik a széke az erdélyi időszakának az egyik kis jelenete, ahol egy fonó jelenetet adunk elő, ahol a idős nénik megkérik a táncosokat, hogy egy székely táncot mutassanak meg, hogy milyen szépen tudnak táncolni. És vagy a Szent Iványból, Marosmentéről egy székely összeállítása is. Forgatós tánc, ez olyan szöktetős tánc, még egy kis pergősebb, ilyen dinamikusabb tánc is a végére helyet kapott. Ezt zenei bejátszással fogjuk táncolni, de rendesen kórhű viseletbe, tehát székely viseletbe. A másik pedig a Baracsonyi szüret időszaka, ami nyilván nekünk kedves, mi vagy Baracsonyi csoport vagyunk, Baracsonyi Tördemicen a székhelyünk, és itt megmutatunk egy ilyen szüreti táncot, üveges tánc is lesz benne, kis seprűtánc, magyaros csárdás, ez mind olyan táncok, ami ténylegesen a mi vidékünknek a táncanyagából és zenei anyagából van. Ez részben az együttesnek a saját kutató munkájából van, részben meg elődeink a gyűjtőktől, Békett Jantaltól, Jég Sándortól, de mindenképpen próbálunk stílusúak és kórhűek lenni. Tehát a székelytánc az tényleg székelytánc lesz, és a Baracsonyi az tényleg Balaton felvidéki tánc lesz, és ilyen zenére is mutatunk. Az előadásra a Kisfaludy 250 rendezvény sorozat keretén belül kerül majd sor szeptember 24-én az előzetes regisztrációk alapján teltházas közönség előtt. Szeptember utolsó napján és október első hétvégéjén rendezik meg Tapolcán a Pisztráng és Bor Fesztivált immáron 10. alkalommal, mint a következő kisfilm címe is mutatja, Barátság, Hetz, Pisztráng. Szerbeszem magad jól, mert kezdődik a műsor. Tegyük tisztában egyszer utolsó sorban. Nem így van, hogy oda nézek a kamerába, akkor ezt majd most, mert a kamera. Dehogy is nem. Jön a spontanitás, az életszükség, és azt kell venni. Okay. Megfordítjuk az egy dolgot. Csinálok rólad valami burleszk. Thomas, el tudsz jönni? El tudsz jönni oda, értem? Mert itt nem tudok beszállni rendesen. De hol van itt a művészbeszálló? Na, most mibe akadtunk el? A fröccsünkre figyelj! Miért kell idén is megint a hülyeségre rávenni? Finoman, nem kell átvenni, csak a kormánylapától irányítsd. Gyerekkorom óta vizen vagyok. A kacsafosám egyébként. Ez normális. Ez egy bio környezetben vagyunk. Akkor a szarban még sem voltunk. Na jó, ennyi volt a forgatás, megyünk. De nem így kell evezni. Dehogy nem így kell. A végéig is, a végén meg kormányzol, mint egy kormányzó. De nem, hát néha evezni is kell, én ezt így szoktam. Balatonon ezt így csinálják. Kik ezek a lányok, akik itt fotóznak minket? Nem tudsz semmit erről. Ez nem az Ibolya, vagy ki az? Ki az, hol? Sziget ötöse.
Ja, itt a doki is emzett. Az is itt van. Van még valami kérdésed, Orsi, vagy ezzel végeztünk? Megyek ki. Nagyon extázisban vannak a halak. Kiszálltuk a csónakból? Ennek van reklámértéke, te hülye. Kicsit lazában ülj. Így jó. Tökéletes. Ilyen a halt egyik őr. Egyelőre nem tudjuk. A fél lábamot már lerágták. Üljetek ilyen lazában. Így felrakom a lábam, ez laza? Nem laza, meg ez. Hol adok ki? Elment inni, mert azt mondta, ez nem bírja tovább. Látszik a végbor címkéje. Itt ülünk a Malomtó közepén, a Szökőkút peremén. A koi pontyok itt úsznak körülöttünk. És azon gondolkodunk, hogy milyen szép dolog volna ebben a csodálatos környezetben, hogyha idén is megszervezhetnénk a Pisztránk Fesztivált, ami ezúttal lenne akkor a 10. alkalom. Én azt hittem még csak a 6. tartani, 7. Megtanultad már, mikor lesz a dátum? 31. Szeptember 30-án kezdünk. 30-a? Há, 30 mindjárt napos? Október 2-án befejezünk. Kérdez újra. Szeptember 30. Jó, a kezdete. Itt leszünk nagyon finom halakkal, Tapolca, Malomtópart, felső, alsó, déli városkapu. Nagyon jó, és milyen programokat gondoltál? Lesznek színpadok? Egy pár színpadot állítsunk fel. Nagyon jó dolog volna, ha vízbe állítanánk egy színpadot hangulatában, az ott nagyon passzolna. Vízbe is lesz. Jó, akkor legyen akkor egy. Malomkerék alatt mit szólnál hozzá? Nagyon jó ötlet. Úgy, ahogy eddig is csináltuk. Jó, akkor az első színpad megvan. Húha, nézd meg, milyen gyönyörű halúszik itt. És oda nézd, mit ikrázott. Nagyon nagy sikere volt például szombat este a lézersónak. Szerinted legyen lézersó idő? Ne legyen. Szerintem de kintről integetnek a partról, hogy legyen. Jó legyen. Legyen egy kis pisztráng is, hogy azért meg tudják kóstolni a tapolcai pisztrángot a kedves vendégek. Mutassuk meg, hogy milyen szép ennyi. Ez a Tapolca, így milyen van. Szép a környezetünk, és milyen finomak a halaink. Isten éltessen, sok sikert a szervezéshez. Érzed, milyen kellemes ez a termálvíz? Télen-nyáron 17 fokos. Én azt mondom, hogy mindenki jöjjön el Tapolcára. December 31-én mártozzon meg a Malomtóban, az óévet elbúcsúztatjuk, de előtte azért kanyarodjunk vissza a lényegre, hogy a 10. Pisztránk Fesztivál idén megrendezésre került Tapolcán, 3 színpadon. Most már kezd előjönni az allergiám, eddig a parlag allergiám volt, most a pisztránk allergiám. Ja, hogy neked van ez a hal allergiád, az. Akkor te nagyon jó arca vagy a fesztiválunknak. Miért nem kérdezzenek, hogy az én véleményem mi? Ez egy csoda. Itt meg tudtuk csinálni ezt a csodálatos Pisztránk Fesztivált egy nagyon kedves, támogató környezetbe. Mi kapja... az, amit a mezőben a legjobban szeret? 3 legjobb tulajdonságát mondd el, légy szíves. 2 van csak neki. A barátság az nem, a Hetz és a Pisztránk. Mi az a 2 dolog, amit a legjobban szeretsz a Tomiban? Tomiban azt szeretem, hogyha megbeszélünk pontos. Egy időpontot, akkor ő percre pontosan mindig megjelenik. Tehát ez az egyik legfontosabb, amit imádok benne. Megbeszéljük 7 órára a beszélgetést, és 20:48-kor békésen megérkezik. Ez az egyik. A másik meg, hogy imádja a pisztrángot. Tehát olyan jó ízűen tudja elfogyasztani ezt a tapolcai, friss, ropogós pisztrángot. Tiszta, kiütéses lesz, a lélegzete lelassul. Ez a pisztrángot idén én intéztem, úgyhogy azokat most dugva tartom. El van széfelve. Én azt kérem a Jóistentől, hogy ilyen gyönyörű időnk legyen a Pisztránk Fesztivál 3 napján is. Sok ember jöjjön el Tapolcára, kóstolja meg a borainkat, a pisztránk különlegességeket, nézze meg a programjainkat, a lézersó örömében részesüljön, és jöjjön vissza Tapolcára a következő évben is, mert ez egy nagyon szép város. Pisztránk forever. Hetz. Barátság. Szeptember 30. 1-2. Október. Így van, nagyon jól megtanultad, büszke vagyok rád. Csapó, 2 vége, megyünk. Kezdjük újra? Nem, szerintem jó. Valamit még mondjál, csináljunk még valamit. Nem akar már kimenni. Hol a drón, mert itt zümmög, hallom valamit. Barátság, Hetz, Pisztrán. Köszönjük mindenkinek, aki támogat minket a 10. alkalommal. Köszönjük a gasztrobutiknak, akik 10. alkalommal is ötletekkel álltak elő, ezért ülhetünk itt. Reklámért mindent. Úgyhogy barátság, Hetz, Pisztrán, szeptember 30-tól, október végéig akkor kitoljuk. Mi is a mottónk? Segítsél? Pisztrán. Barátság. Hetz,
pisztránk, de hülye. Tosan, mint a pisztránk. Jó lenne, tudnám szelfizni magunkat végre, mert nagyok valahogy így csinálják, kinyúlnak. De miért van tele a te teraszod? Az enyém meg üres. Jó, de jó, mindegy, nem érdekes. Ezüstérmes lett. Országos versenyen ezüstérmes lett a jó van. Pinot Noir rozétok. Gratulálok Sárkok ehhez. Egyet integessetek ide ebbe a kamerába, jó? Nagyon jó lesz. Nem ment a kamera. Semmi gond, Lacikám, holnap ugyanitt 6-kor. Én inkább nem mennék ki. De meg... Tomi majd csak 6.30-ra jön. Orsika, hol adok ki? Hol adok ki? Itt van a kávézóban ül. Hol? Orsi, gyere, hozz ide a csónakot, hagyj, menjünk ki. Kérdezek a Rokit, hogy mit szólna hozzá, ha bejöhetne ide. Menjek valamelyik asztalhoz? Azt mondom, hogy nagyon ügyes voltál, hol a csónak? Hát most fog beleesni. Remélem még forog a kamera, mert ez nagyon nagy értékű lesz. Tessék. Tessék, itt van, ennyi. Nézd meg, oda nézd. Mint egy cirkuszi zsonglőr, ennyi, kész. Ugye, hogyha fölkapcsolom a Malomtópart felirat. Malomtópart felirat. Lassan meg kéne néznem, mi van a falra írva. Köszönöm, hogy az utolsó kortyot a papucsomba öntötted. Hagyományosan idén is megrendezték a fájdalmas szűzanya búcsúját Sümegen. Sok százan vettek részt a szentmiséken és a körmeneten. Ezúttal is sokan voltak, akik zarándokként érkeztek a csodatévő Mária kegyszoborhoz. A szabadtéri misét Barsi Balázs atya celebrálta, aki évtizedekig volt a sümegi templom és kolostor vezetője, szerzetese. Ben történt egy csodás gyógyulás, mely a ferences templomban lévő fájdalmas szűzanya szobrához köthető. Azóta is sokan keresik fel évről évre ezen a búcsúi alkalmon is Sümeget, hogy közösen imádkozzanak. Várvölgyről érkeztünk, illetve van néhány hívő, aki Keszhőről érkezett, aki Szent Teréz Bazilikából. Sümegi búcsúra érkeztünk a fájdalmas szűzanyához. Mindannyiunk életében vannak keresztek, amiket hát nem könnyű szívvel, sokszor fájdalommal hordozunk, együtt élünk ezzel a nehézséggel, de a boldogságos szűzanya megtanít minket arra, hogy a keresztünket fogadjuk el, és bizony azzal, hogy hordozzuk, mert tudunk, hát alázatosak kell válni, hát önmagunk és mások iránt is. Gyalogosan érkeztünk az Arándok útra, nagyon jól telt egyébként, nagyon jó társaságban. Hát itt a végén egy picit próbáltunk énekelgetni, sajnos kántor nélkül kicsit nehezebb volt, de azért megpróbáltuk. Nagyon jó volt egyébként az út. Neked mit jelent ez a mai nap? Hát egyrészt az, hogy találkozhatok Barsi Balázs atyával, ez egy nagyon nagy dolog, mert szerintem Magyarország egyik legjobb szónoka, mint atyaként is, meg mint maga emberként is, és jó érzéssel tölte, hogy végre találkozhatok vele. Hányadik alkalommal érkeztek, és miért tartják fontosnak, hogy minden évben itt legyenek a fájdalmas szűzanya búcsúján? Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy története van ennek az arándoklásnak, mert én már jól elmúltam 45, amikor az arándoklással egyáltalán találkoztam, úgy, hogy egyik barátom kicsi lánya leukémiás lett. Akkor ment volna elsőbe. És persze megkerestük a jó orvosokat, de úgy éreztem, hogy nekem még valamit tenni kéne, és elmentem Kőszegről Máriacellbe, az ottani zarándok csoportokkal zarándokolni. Ugye, aki az ember még nem ment sokat, nem gyalogoltam, 140 km 3 nap alatt, szóval az ember próbáló. Igen, de ott, amikor odaértünk, úgy éreztem, hogy mintha meghallgatták volna az áldozatot.
és eltelt 15 év, és házas, és családos, és egyetemi végzett, és így tovább. Tehát én hihetem, hogy ennek van ereje. És ezért szelveztem meg 19 évvel ezelőtt Almádiból ide a zarándoklatot, de azért ám, mert én kicsi gyerekként még jártam, itt hoztak ide a szüleim, halimbai születésű vagyok, és kisgyerekként idehoztak. És azóta nem csak, hogy 19 alkalommal megtesszük ezt, hanem ezt már tényleg a lélek az, ami adja. A legelső Sümegre jövő zarándoklatunkon kaptuk meg a Mária út álmát. Hogy előtte nem volt ilyen, a gondolatunkban sem. És még arra is emlékszem, hogy hol Vászolj előtt, az ilyen nagyon meredek domb, 40 fok meleg szeptember, akkor ilyen nagyon meleg volt, és egyszer csak bejött a Mária út álma, hogy az összes Máriás kegyhelyet az összessel Közép-Európában zarándokúttal össze kell kötni, végpontjai legyen Mária cél, Csíksomlyó, és így tovább. És ezek olyan erős élmények, amitől hát az ember nem tud szabadulni. Meg a zarándoklás is ugyanilyen erős élmény. Egy orvos barátom kérdezte, hogy te miért ilyen ez a zarándoklás? És mondtam neki, hogy is értenéd meg? Mondtam neki, tudod, ragályos, meg hogy fertőző, meg hogy krónikus. És akkor megértette, hogy ez micsoda. Ide járok minden évben, és úgy gondolom, hogy ha Mária, Szűz Mária segít, akkor megköszönöm neki minden évben. Minden évben el szoktam jönni, hogy hálát adjak a Jóistennek a kegyelméért, és hát fontosnak tartom, hogy felelevenítsük a régi hagyományokat, amihez hozzátartozik a búcsújárás is, és hát régen ugye gyalogos zarándoklatok is voltak, most is ez kezd visszatérni, és hát ez nagy örömömre szolgál. És ugyancsak az is, hogy ilyen sokan vesznek részt ezen a búcsúi szertartáson. Sümegi vagyok, és hát alapvető dolog, hogy a búcsún itt vagyok. Családi hagyomány nálunk. Nagymamámat, mikor műtötték az 50-es években, ő megfogadta, hogy minden évben eljön, úgyhogy nem is lehet ez kérdés, hogy az ember itt van a búcsún. Ha mondjuk messziről jöttem volna, a Barsi atya miatt amúgy is eljöttem volna, úgyhogy hát hála Istennek szép időnk van. Mit ad önnek ez a mai délelőtt, mit ad önnek ez a Szent Mise? Segíti az ember dolgait rendbe tenni, mert rendrakásra mindig szükség van, és ehhez kapunk itt erőt. Pláne mostanában, ugye, amilyen idők vannak, a fájdalmas anya az egy nagyon fontos példakép mindenki számára. Közel lakunk Sümeghez, másrészt pedig ide járunk templomba. A Jóistennek nem győzünk hálát adni, mert olyan dolgok történtek a családban, ami miatt mindenképpen kötelességünknek tartjuk, hogy eljárjunk a templomba. Szinte azt is mondhatnám, hogy csoda történt a családban, és ezért. Két csoda. Meséljen erről a csodáról, amit hiszem. Hát a fiunkat baleset érte, kerékpár baleset, és élethalál között volt. És itt a Balsi Balázs atya, a Pál atya tengernyi imájával, lelki segítségével, támaszával, és velünk volt a drága jó Isten, mert meggyógyultak. A fiunk olyan szépen meggyógyult, hogy már, meg a kisunokánk is, a leukémiából, hogy iskolás, 8-os lesz, 9 éves volt, amikor volt ez a betegsége. Barsi Balázs atya ismét Sümegen misézett ezen a napon, a búcsú napján, s mint ahogy hallottuk, sokan jöttek el az ő kedvéért, az ő tiszteletére. Balázs atya, mi a jelentősége ennek a mai napnak, mi a jelentősége fájdalmas Szűz anya búcsújának? Ami minden búcsúnak meg ünnepnek, hogy fölnyitja a szemünket arra, hogy nem csak hétköznapok vannak, amikor dolgozni kell, talán szenvedni, eltűnni dolgokat, megoldani problémákat, meg örülni a kis, nagyobb sikereinknek. Az ünnep valahogy ez ki van szakítva ebből. Az az igazi ünnep, aminek nincs haszna. Hát ennek a búcsúnak nincs haszna. Hát az se haszna, hogy most tesznek a persejbe, máskor is tesznek. Nincs. Egyszerűen egy boldog ünneplésnek, valakinek a születésnapját ünnepeljük. Hát annak nincs haszna, a szeretetnek nincsen haszna. Na most arról szeretnénk majd prédikálni, hogy ez a két világ egyre jobban elszakad egymástól. Azért, mert az ünnepeink úgy kiüresedtek.
majdnem, hogy a hétköznaphoz lett közelebb hozva. Tehát többet eszünk, jobbat eszünk, többet iszunk, többet nevetünk. Nem, az ünnep az a hétköznapoknak a lényegét vetíti elénk, hogy van az egésznek értelme. Hogy Isten nem hagyta el az embert. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy akik benne hisznek, el ne vesszenek, hanem örökké éljenek. De azok is megmenekülnek, akik tényleg keresik őt, mert ő mondta, hogy aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyitnak. És ezért óriási fenntartani az ünnepeinknek ezt a szakrális jellegét, az, hogy itt nem azért vagyunk együtt, mert valami evilági dolgot kapunk. Nem csak azért vagyunk együtt, hogy találkozzunk, hanem találkozzunk titokzatosan Istennel. Milyen érdekes. Azt hiszük, hogy ez egy olyan csodás esemény. Hát ő közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Tehát, hogyha mi megnyílunk, akkor ő ott van. És azok, akik egymással találkoznak, ha ezzel a nyitott szívvel találkoznak, akkor valahogy jelen van az Úr. Tehát, hogy egy keresztény számára lassan a hétköznapok is át lesznek itatva valami csöndes ünnepléssel. Szent Ferenc odáig megy, hogy a halálát ünnepli. Hát most elmegy Istenhez, ahhoz, akiért élt, és megcsinálja a forgatókönyvét, hogy vigyetek majd ki a kolostor udvarra, terítsetek le, és mit énekeljetek, és tényleg az az egyetlen költő Ferenc, aki énekelve halt meg. Tehát természetesen nem úgy teszi ünneppé ez az igazi, Istennel találkozó, szakrális ünneplés a hétköznapot, hogy ott mindig legyen valami élvezet, hogy legyen valami az ünnepnek a külsőségeiből, hanem az értelmét ragyogja át. Annyira átragyogja, hogy aminek nincs értelme, hihetem, hogy valami értelme annak is van. Tehát, hogy az Úristen kezében vagyunk, és hogy mindent a javunkra, az Isten szeretőknek minden a javunkra válik, mondja Szent Pál. Most a Szent Misa előtt nagyon sokan vannak, akik zarándokként érkeztek, és elsőként lerólják kegyeletüket fájdalmas szűz anyaszobránál, látjuk, hogy megérintik, megsimogatják, imádkoznak. Milyen megerősítésre van szükségük mindazoknak, akik eljöttek a mai Szent Misére, a mai délelőtre? Pontosan ezt a vigasztalást várják. Azt mondja Szent Pál, hogy én azzal a vigasztalással vigasztallak meg titeket, amellyel Isten engem megvigasztal. És az, hogy megérintik a képet, megcsókolják a Mária szobrot, nem bálványimádás. A szűzanya nem istennő, hanem Isten szülő. Az Isten fogadta a méhébe. És ahogyan megcsókolod a kisunokát, fényképét, aki messze lakik tőled, hát akkor se bálványt imádasz. Nem a papírt csókoltad meg. Tehát itt van egy nagyon mély kommunikáció. Tehát azok az örökké élnek a szentek. Az ember az halhatatlan, és hát főleg Jézus édesanyja. És azért is jönnek ide sokan, mert ugye kezébe tartja a halott fiát, ott állt a kereszt alatt. És nem mondta, hogy kiábrándultam az Istenből, hanem tudta, hogy Isten teremtő. Tehát ha semmiből teremtette a világot, akkor majd lesz még lesz egy szava. És Mária hite valahogy összekötötte a nagy pénteket húsvéttal. Nem látta előre. Ez nem tudás, ez egy olyan Istenbe való kapaszkodás, amit azért a Szentlélek által mi is megkaptunk, csak ki kell művelni, hogy amikor rossz, akkor sem rossz. Ha Istennel vagyunk, hogy ott a szűzanya, a szentekkel vagyunk, meg a szeretteinkkel, hát miért van kisgyereket operálják, vagy valami, és lát mindent, de az édesanyja vagy az apja fogja, és így el tudja fogadni. Hát ez egy tulajdonképpen az egész emberi életnek egy hatalmas értelmezése,
Ezért egyre újjászületnek a búcsújárások is. 50-es években mondták annak idején, mikor, meg 60-as években, mikor kispap voltam, hogy hát ennek végező a népi dolog le lesz írva, hogy ne. A világtörténelemben soha ennyi ember nem mozdult meg Isten miatt, mint ma. Azért ezek nagy reménységek. Balázs, hogyha milyen érzés volt ismét Sümegre jönni, Sümegre látogatni? Hát olyan furcsa. Furcsa, mert hogyha én valamit elhagytam az életemben, akkor azt elhagytam. Szívembe viszem mindazokat, az arcokat, eszembe jutnak, imádkozom értük, de valahogy már olyan kicsit idegen is, mert hát már nem itt vagyok. De jó visszajönni az emberek miatt, az arcok miatt. Hogy része legyen Krisztus föltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. A Szentmise további részleteit, a prédikációt teljes egészében láthatják, hallhatják nézőink következő műsorunkban. A Balatonfelvidék Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk.
Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk Önöknek. Köszönjük, hogy követik adásainkat. Kérjük segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalunkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Múlt heti adásunkban a Nyirádi falunapról és a csabrendeki születi mulatságról készített összefoglalónknak volt a legnagyobb sikere. Ha lemaradtak volna ezekről, kattintsanak a weboldalunkra, a már jól ismert zonatv.hu-ra. Reméljük egy hét múlva szerdán ismét velünk lesznek. Többek között beszámolunk majd a Kisfaludi 250 konferencia és a Hinfi utca színház fesztivál színes, tartalmas programjairól. Már köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!